Először is szeretnénk gratulálni az MTK-nak a győzelemhez. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy amitre készültünk, az is történt. Tehát roppant kiélezett, kőkemény mérkőzés, ami látszott, hogy mind a két csapatnak nagyon fontos a kettő pont. Rosszul kezdtük nagyon a mérkőzést, egy 5-1-jel. Régi rossz emlékek felidéződtek, de visszajöttünk a mérkőzésbe, összeállt a védekezésünk. És át is tudtuk venni a vezetést. Kicsit a szerencsés elkerült bennünket, mind a két hétméteres, amit a kapusunk megfogott, visszapattant az MTK-hoz, illetőleg elbottottunk, elestünk, benne van a játékban, de annak ellenére X-el mentünk a félidőre, tehát azt mondom, hogy rendben volt. Jól is kezdtük a másik félidőt. Én a 45. perc tájékán volt egy komoly fáradásunk, úgymond, illetőleg az irányítónk ürült ki, mert a lövőink nem sok mindent tettek már hozzá ez a játékhoz. Mutatja, a 2 darab átlövés volt összesen, amit elkövettünk, illetve 2 volt, amit betörésből, ettől azért jóval többre számítottunk tőlük. És ott sajnos, ugye elényre tettek szert, többször emberhátrányba is kerültünk, aztán 7-6-tal visszatudtunk valamennyivel jönni a mérkőzésbe, de sajnos a utolsó 2 percre is újabb emberhátrányra mentünk rá, aztán ezt már nem bírtuk el, és sajnos ez lett a vége. Igen, Tarjányi Szilviát kérdezem, hogy te miben látod, mi volt az, ami döntött most két többé-kevésbé azonos erejű csapat között? Először is én is szeretnék gratulálni az MTK csapatának. Én úgy gondolom, hogy döntő szituációkban hibáztunk, amikor nem szabadott volna, illetve elég kevés kiugró teljesítmény volt ahhoz, hogy ezt a mérkőzést javunkra tudjuk fordítani. És úgy gondolom, hogy egy ilyen meccsre készültünk, tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz itt az MTK ellen. Sajnálom, hogy így alakult és így jöttünk ki. Meg kell emelni a fejünket és menni kell tovább. Még úgy dolgozunk, és csináljuk. Köszönöm. Hova? Kérlek, értékeld a találkozót. Köszönjük a gratulációt. Hát így nézett ki, hogy készültünk mi is, és államszerű kezdés után egy kicsit boldogságba gondoltunk, hogy mindent tudunk könnyű megoldani. Visszahoztunk a mérkőzésbe a Kisvárdát, amit kiválóan kihasznált a lehetőségeket. Sokkal jobb lelki állapotba kerültek, de én kiemelnék itt a lányokat csak azért, hogy a matematika is maradjon, hogy bent maradjunk. Nekünk ezt a pontot, vagy 2 pontot hazépályán meg kellett tartani, és sikerült is. Majdnem minden mérkőzés után mondom, hogy valahol a végén szerencsésebbek voltunk, de most is azért tényleg már voltak olyan szituációk, de 60 percen keresztül igazából dolgoztunk, hogy szerencsés hazánk pártoljon. Itt tudom, hogy ez a halasztott mérkőzés is a betegségek miatt elhalasztva. Most csak azért mellettem ül a Rita, most nekünk a helyzen a héten nagyjából olyan cipőbe kerültünk. Hát ő először csütörtökön edzett, azért is volt ennyire hullámzó a teljesítménye, de nagyon örülök, hogy a kritikus szituációkban nagyon sokat hozzátett, hogy ezt a 2 pontot hazépályán maradjon. Sikerült, megyünk előre, nagyon örülünk ennek a 2 pontnak. Nagyon fontos 2 pontot szereztünk. Szerinted mi az, ami a siker kulcsa volt, vagy minden történt? Hát, köszönjük szépen a gratulációt. Szerintem az utolsó 20 perc az a védekezést, azt nagyon jól tettük, plusz a kapus teljesítmény az is kellett hozzá. Hát, ennyi. Fáradt vagyok, és igen, már nem tudok beszélni. Minden bajom van, igen. Gondolom, de majd lesz igen. Neked fél napot, holnap délután készülünk a Fradira. Igen. És akkor így. Hát köszönöm szépen, hogy kérdés akkor.